A Hohenzollern kastély Németország délnyugati részén, Baden-Württemberg tartományban található. Stuttgarttól 50 km-re délre fekszik, a Hohenzollern hegy tetején, 855 méter magasan. A kastély a 11. század első felében épült, de akkori kinézete, mérete és berendezése ismeretlen, mert 1423-ban a sváb császári városok 10 hónapos ostromában teljesen megsemmisült. A második épületet 1454 és 1461 között újraépítették, s mindent megtettek annak érdekében, hogy elődjénél nagyobb és erősebb legyen. 1634-ben Württemberg csapatai meghódították és ideiglenesen elfoglalták. A háború után nagyrészt a Habsburgok birtokában volt, majd az osztrák örökösödési háború alatt 1745-ben a francia erők elfoglalták. A háború véget ért, a Hohenzollern kastély elvesztette jelentőségét, és évekkel később állapota teljesen leromlott. Az akkori épületből mára csak a Szent Mihály kápolna maradt meg, a kastély újjáépítési munkálatai 1850-ben kezdődtek, és 1867-ben fejeződtek be. Friedrich August Stülert bízták meg az építkezéssel, ő angol neogótikus stílusban és a Loire kastélyainak szellemében alkotta meg a terveit. A Neuschwanstein kastélyhoz hasonlóan, amely nagyjából ugyanabban az időben épült, építészeti eszményt, romantikus palotát fejezett ki, nem pedig igazi kastélyt. A kastély csak emlékül épült a családnak, 1945-ig egy Hohenzollernnek sem szolgált otthonául. A II. Világháború után azonban Vilmos koronaherceg birtokát a szovjetek elfoglalták, ezért a kastélyba költözött feleségével Cecíliával. Vilmos herceg és felesége, Cecília koronahercegnő földi maradványait a kastély kertjében helyezték örök nyugalomra. A 1952-ben Louis Ferdinand porosz herceg kezdeményezte, hogy a kastélyt értékes műalkotásokkal és történelmi bútorzattal rendezzék be. Így neves művészek festményei és 17. századi arany és ezüstműves munkák láthatók a belső terekben. Megtekinthető többek között a 18 brilliáns csiszolású gyémánttal és a 142 rózsaszínű gyémánttal díszített Hohenzollern korona, melyet II. Vilmos német császárnak és porosz királynak készítettek, valamint Nagy Frigyes király személyes tárgyai és George Washington amerikai elnök levele, amelyben köszönetet mond Friedrich Wilhelm von Steubennek az amerikai forradalmi szolgálatban végzett tevékenységéért. 1953-ban a várat kirabolták, több tárgyat elloptak a kincstárból. Az elkövetőt később elkapták, és 6 év börtönre ítélték, de az elrabolt műkincsek nem kerültek elő. Az épület körül és az épületen belül található szobrok Gustav Vilgos munkái. ...1970-ben és 1978-ban a földrengések hatalmas károkat okoztak az épületben, a tornyok nagy része összeomlott, a restauráció egészen a 90-es évek közepéig tartott. Az épületkomplexum 4 részből áll, katonai létesítményből, palotaépületekből, kápolnákból és kertekből. A kanyargós gyilokjáró 4-szer fordul, és a bástyákban ér véget. Innen érhetők el a palotaépületek a négyzet alakú felső kapun keresztül. A kastély egy U-alakú szabadtéri múzeum, melynek két végén a protestáns és katolikus kápolnák helyezkednek el. Az épület együttesben 3 keresztény felekezet kápolnája található, a katolikus Szent Mihály kápolna, a protestáns Krisztus kápolna és az ortodox feltámadás kápolna. Thank you.
A fő lakóépülethez csatlakozik az őrtorony, amely a könyvtár lépcsőjeként és zászlórútként is funkcionál, amikor a Hohenzollern család a kastélyban tartózkodik. A grófcsarnok elfoglalja a teljes déli szárnyat és bordás boltozatát, a hegyes csúcsban végződő ablakokat 8 szabadon álló vörös márványoszlop tartja. A grófcsarnok mellett van a császártorony és a püspöki fülke, melyet a Wilhelm Peters Hohenzollern történetéről készült falfestményeivel díszített könyvtár követ. A Márgráf toronyban található a király és a királynő szalonja. Királynői szalon a kék bársonnyal borított kárpitozott bútorok miatt kék szalon néven is ismert. Itt a padlót 5 különböző fából készült parketta borítja, a falakon családi portrék sorakoznak. A kastélyban összesen 140 szoba van, beleértve az előteret is, ahol a Hohenzollernek családfája tekint le ránk minden oldalról. A Hohenzollern ház nemesi család és uralkodói dinasztia tagjai között voltak választófejedelmek, valamint Poroszország, Németország és Románia uralkodói. A család a sváb Hechingen város környékéről származik, nevüket ősi székhelyük, az említett város közelében fekvő Burg Hohenzollernről kapták. A család mottója Nihil sine Deo, azaz semmit Isten nélkül. Címerük kezdetben egyszerű, fekete és ezüst negyedekre osztott pajzsból állt, 1317-ben negyedik Frigyes kutyafejjel és vállakkal egészítette ki. A család két ágra szakadt, a katolikus sváb és a protestáns frankóniai ágra. A sváb ág egészen az 1869-es kihalásáig irányította Hechingen környékét. A frankóniai ág különböző alágai megszerezték a brandenburgi őrgrófság trónját 1415-ben, illetve a porosz hercegséget 1525-ben. A két frankóniai ág egyesülése 1618-ban lehetővé tette a porosz királyság 1701-es létrehozását. Később ez az állam volt a német egység megteremtésének és a német birodalom 1871-es megalakításának vezető ereje. Az első világháborút kísérő társadalmi elégedetlenség 1918-ban a német forradalomban csúcsosodott ki, majd megalakult a Weimári köztársaság, így a Hohenzollernek trónfosztottá váltak, és a német monarchia véget ért. A Hohenzollern kastély a német romantika emlékműve, amely egy középkori lovagvár idealizált elképzelését foglalta magába. A kastély magántulajdonban van, ma is a Hohenzollerneké, pontosabban George Friedrich porosz hercegé, aki a család jelenlegi feje.